tisztelt klubtagság, majdnem azt mondtam, hogy kedves tanulók, a tanévzáróra érkeztünk, és örülök, hogy tárvíz ellenére ilyen sokan eljutottatok idáig. Hát, tanévzáron ugye el szokták mondani, hogy mi történt a tanév alatt. Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy Somogyi Zoltán, Kollágy György, Tóta V. Árpád, Kerékbárcsi Szabolcs, Ferenci Krisztina, Székhelyi József, Hont András, Fodor Gábor, Csillag Ádám, Mécs Imre, Örsi László voltak a klub vendégei. A klub most 5 éves elmúlt. Minden alkalommal elmondom, akik hallották, azoknak már unalmas, de a újszülöttnek minden vicc, minden új. Balzak utcából indultunk, aztán a Sas utcában folytattuk tevékenységünket az 5 év alatt. Legutóbb még az Andrássy úton, illetve legutóbb már itt voltunk, és Ábel úr jó voltából itt találtunk szállásra. Úgy néz ki, hogy ősszel, szeptemberben is itt fogjuk folytatni a klub tevékenységét. Általában 2 hetente tartjuk foglalkozásunkat. És hát a tanévzárónkat megtisztelte Magyar Péter. Leülök és elmondom, hogy amit Péterről tudni kell. Majd ő aztán kiegészíti, vagy kijavít. Volt olyan, hogy elmondtam valakiről, amit én úgy gondoltam, hogy tudok. Aztán mondta, hogy nem úgy voltak a dolgok. De hát ezt hajlott koromra való tekintettel elnézték nekem akkor. A legfontosabb az, hogy Péterrel 4 évig jártunk egy gimnáziumba, együtt érettségiztünk. Azt hiszem, számomra ez a legfontosabb ebből a szempontból. Aztán Péter újságíró lett, nagyon jól megtanult olaszul, amit én rendkívül módon irigylek tőle. És az MTI római tudósítója lett, akik már elég idősek ahhoz emlékezhetnek rá, hogy bekapcsolták a rádiót. Hát sok rádió nem volt, úgyhogy nem kell mondanom, hogy melyik rádiót, bekapcsolták a rádiót, és akkor mondta a bemondó, hogy Magyar Péter tudósítása következik Rómából. És az ő érces hangja szólalt meg akkor ilyenkor Rómából. Aztán a HVG munkatársa lett, pillanatnyilag is aktívan dolgozik több dolgot. Egyrészt az a hírügynökség, ugye lehet mondani hírügynökségnek a tudósítója, és ez az olasz MTI. Ez az olasz MTI. Neki küldi ékes olasz nyelven a tudósításait, azokról a dolgokról, amik mostanában Budapesten történnek. A legutóbbi tudósításának az a címe, hogy Insegnanti, vagyis a tanárok vasárnapi tüntetéséről szólt a tudósítás, de sok minden egyébről is. Én összegyűjtöttem ezeket a tudósításait magamnak, és itt csiszolom a nyelvtudásomat az ő tudósításain. Aztán rá szoktam nézni az ANSZA.hu itre, ott is megnézem, hogy milyen kommentek jelennek meg a tudósításokkal kapcsolatban. Aztán ugyan ő akarta megmutatni, de azért megmutatom, hogy könyvet is írt, és erről jutott eszünkbe, hogy hasonlítsuk össze ezt a két embert. Ja, ez csak egy ember, bocsánat. Szóval azt a két embert, nem tudom melyiket, hasonlítsuk össze. Én azt szeretném először is kérdezni, hogy mit mondtam és jól mondtam-e? Teljesen. És mit hagytam ki? Hát rengeteg mindenről lehet beszélni, de amit mondtál, abban semmi hiba. Miről lehet még beszélni? Hát ha azt mondtad, hogy a két embert, ugye itt arról van szó, hogy Orbán Viktor és Berlusconi viszonya. Mi erre gondoltunk, hogy ez itt érdekelhet esetleg sokakat. Berlusconi ebbe a könyvbe ez elég bő teret kap. Tulajdonképpen a populista politika elindítója Európában. És a fiatal Orbán Viktor oda ment tanulni bizonyos módszereket.
amit aztán itt kipróbált hazájában, és ha lehet, még tovább is fejlesztett. Annak illusztrálására, hogy mennyire épül a mai Orbáni politika a Berlusconi által kialakított módszerekre, hagyományokra, csak két példa. Az egyik ez a Hajrá Magyarország, amit a Forza Italia, Berlusconi választási pártja mintájára talált jónak, és onnan vette át. És a másik az a 5 pontos program, amivel Berlusconi 2001-ben megnyerte a választásokat. Ekkor én ott voltam. A saját televízió, az összes kereskedelmi televízió az ő tulajdona volt, máig is az. Alákérdezős riporterekkel ő előadta a 2001-es választás, ez sorsdöntő volt, mert a baloldal akkor már kormányzott néhány évig. Erre is, arra is mehetett a dolog. Előadta a programját, ezt egy ilyen okmánybélyeges papíron azt imitálta a televízió stúdióban, egy ilyen hatalmas kivetítő táblán, egy okmányvédes papír, amin az olaszok írják a folyamodványaikat, kérvényeiket, lakbérszerződéseket, tehát mindenki által ismert és használt kötelezettségvállalás. Fölírta az 5 pontot, hogy ő mit fog teljesíteni, ha őt megválasztja. Az első volt általános adócsökkentés. A második volt 1 millió munkahely. Az 1 millió munkahely, hozzáteszem, Olaszországban annyira nem is közgazdasági képtelenség, mint Magyarországon a mai viszonyok között, de minden esetben az 1 millió az rendkívül frappáns, ütős szám, és itt ebbe ez volt a lényeg. A harmadik, közbiztonság fokozása. Azt nem mondta, hogy 2 hét alatt rendet teszünk, de minden esetre a boltjaikat féltő olasz boltosok, az állandó lakásbetörésektől rettegő olasz polgárok szemébe, az, hogy a közbiztonság fokozása, az nyerő dolog. A negyedik, nyugdíjemelés, a legalacsonyabb nyugdíjakat emeli, és az ötödik, közmunkák, nagyszabású közmunkák. Eléggé visszaköszön, ugye? Ez bevált Berlusconinak akkor, és bevált Orbánnak is. Na most erről azt kell tudni, hogy ez a program nem úgy készült, hogy a párt szakértői megnézték, hogy mi a probléma a gazdaságban, az oktatásban, egészségügyben, mi kell a hadsereghez, tehát mit kell megoldani, és akkor összeállítjuk egy programba. Nem. Ez úgy készült, hogy fókuszcsoportok felmérésekben a Berlusconi reklám szakemberei, mert ő a gazdagságát, a vagyonát a reklámra szerezte. Azzal, hogy föltalálta a kereskedelmi tévét Olaszországban, és ezzel a reklámot, és ezzel a reklámbevételeket, ez neki profi módon. Tehát a reklám szakma módszerével, fókuszcsoportos felmérésekkel megnézte azt, hogy mi az, amit az emberek hallani akarnak, mi az, ami a legtöbb embert megfogja. És ezeket találta, hogy így meg tud szólítani mindenkit. Tehát ez nem az a program, ami az ország problémáinak a megoldását célozza, hanem az a program, ami az embereknek, hogy úgy mondjam, megtetszik. Tehát a kommunikáció a lényeg, nem a program. És Orbán szerintem ez zseniálisan csinálja, és megtanulta. És itt 2010-ben 2,7 millió ember hitt annak, hogy ezek a dolgok az ő érdekében vannak. Ez Berlusconitól tanulta. És hát tanult sok minden mást is, hogy csak egy másik példát mondjak, ez az ellenfelek lejáratása. A Berlusconi már kormányon volt, amikor ugye sok-sok vitában, de ezt valószínűleg a sajtóból nagyon sokan emlékeznek ezekre a botrányokra, vitákra, hol keveredett, hogy mondjam, olyan helyzetekben, ahol őt támadták.
Én csak egyet mesélek el, ez a 2000-es évek elején történt, amikor egy újságíró kiszaglászta, egy torinói újságíró, hogy Berlusconi a maffiával érintve lehet valamilyen módon. A maffia is közötte bizonyos kapcsolatok voltak a múltban. Ez addig nem volt köztudomású, ma már ugye eléggé ismert dolog, de ez 2000-es évek elején robbant ki, amikor ez a bizonyos újságíró, Luciano Violante nevű parlamenti képviselőtől, aki a Mafia ellenes bizottság elnöke volt, korábban ügyész, palermói főügyész, hozzáértő és első kézből információt adni képes személy, az újságíró tőle megtudta, hogy a palermói ügyészségen vizsgálat folyik maffia kapcsolatok vágyával Del Lutri, ez Berlusconinak a jobb keze volt, egyik ilyen kommunikációs tanácsadója ellen. Ez egy szenzációs hír volt, és a Torinóval Stampa fejcímmel vastagbet is hozta. Tehát Berlusconi közeli munkatársa maffia gyanúval vizsgálat alatt áll, ez az egész implikációi akkor világossá váltak. Tehát ezzel szemben Berlusconi azonnal lépett, és vizsgálatot indítatott a kiszivárogtatásra. Tehát hogy egy ügyészségi vizsgálatról, ami titkos, és ha az ügyészség ezt nem mondta, akkor hogy, erről kiszivárog információt. Tehát megfordította a dolgot azonnal, és a információ forrása Violante képviselő és parlamenti bizottsági elnök került vád alá, hogy kiszivárogtat olyasmit, amit nem szóval nem szabad. Mintha most a trafik ügynél hasonló módszerrel találkozni, nem a visszaélésekről nyomoz az ügyészség, hanem a kiszivárogtatás lesz vizsgálat és nyomozás tárgya, esetleg vádemelés tárgya. Vagy az UDZRT ügy, ahol a Dávid Ibolya azt mondja, hogy őt megfigyelték, és akkor őt helyezték vád alá, hogy kiszivárogtatott jogtalanul információt. Ez a technika Berlusconinál már évtizedekkel ezelőtt használatban volt, hogy úgy mondjam. Vagy egy másik példa, amikor az Európai Parlamentbe ment, Olaszország volt a soros elnök, és a miniszterelnök ott akkor bemutatkozik, elmondja maga beszédét, miközben Európában akkor már meglehetősen kritikus és ellenséges hangulat uralkodott vele szembe, például azért, ahogy otthon a sajtót kezelte és megrendszabályozta, hogy a saját kereskedelmi tévéi mellett miniszterelnöki birtokba vette a közszolgálati televíziót is, és onnan se lehetett mást hallani, mint a korábbi Berlusconi csatornákon, tehát az ő sajtóval szembeni botránya és magatartása miatt ott erős bírálat alá került, és többek között a szociáldemokrata parlamenti csoport elnöke Martin Schulz, akkor ugye német szociáldemokrata, akkor a parlamenti, a szociáldemokrata csoport elnöke volt, ma ő az Európai Parlament elnöke. Szegezte neki ezt a vádat, hogy hogy a sajtóval hogy lehet mozgálni. És akkor a válasza nem az volt, ami a kérdés érdemi lényege, hogy a kritikára adott volna választ, hanem azt mondja, hogy hát Schulz képviselő úr megnyilatkozása számára azt sugallja, hogy ő akár eljátszhatná a kápó szerepét egy filmben. A náci koncentrációs tábor kápójának a hasonlatát alkalmazta az őt támadó német szociáldemokrata képviselő. Milyen érdekes, mintha most is hallottuk volna valami hasonlót, ugye nem kápó volt, hanem tank volt. Igen. Jó, hát ezt ott közfelháborodás fogadta, és vissza lett utasítva, de minden esetre a módszer, amit
ráéreztél, nagyon helyesen, ez itt visszaköszön. Hadd kérdezzek valamit, itt találtam egy Molnár F. Árpád nevű embert. Tudsz te erről a sztoriról? Molnár F. Árpád? Molnár F. Árpádnak hívják, megnézem pontosan, hogy több éven átélt Olaszország nagyvárosaiban, titkos szolgálati politikai üldözöttként. Van róla egy videófelvétel is, amin úgy nyilatkozik, hogy Orbán Viktor bűnszervezeti terrorista társa Silvio Berlusconi, és felsorol néhány dolgot, amit hasonló módon oldottak meg, hajléktalanság, robbantások, gyilkosságok, és ami különösen érdekes volt, hogy arab titkos szolgálatokkal működik együtt, állítólag Berlusconi. Berlusconi. Nem. Ezt az illetőt nem ismerem, nem találkoztam vele. De az, amiket mond, az mégis nem áll távol az igazságtól. Az arab titkos szolgálatról nem tudok történetesen, de arról igen, hogy Orbán Viktor járt Berlusconinál azokban az években, a 90-es évek elején és közepe. Sokszor volt ő ott vendég, és a futball volt az a mozzanat, ami őket összehozta. Tehát Orbán, maga is futballista, ugye fiatal korában, ennek a révén lopta be magát Berlusconi kegyeibe, aki a Milán tulajdonosa volt abban az időben, és a Milán abban az időben Európa legjobb csapata volt, milliárdokat ölt bele. Tehát a futball révén népszerűséget szerezni, ez is Berlusconi módszere, mert ő azért vette meg a Milánt, mert ezzel elérhette az olaszok millióit, ugye Olaszországban a futball az egy szent és nemzeti ügy. Igen, ahogy a Fidesz a Fradit megszerezte, ez nem véletlen, hanem ennek a tapasztalatnak és a módszernek az átvétel. Vagy az, hogy a Felcsújt most a NB1-be kerülhetett, vagy hogy hívják, most a felső osztály, és hogy milliárdok mennek oda egy ilyen vidéket. Az megint csak azt bizonyítja, hogy eltanulta és fölismerte. Lehet, hogy maga is rájött erre, hát hiszen a futball közel áll hozzá fiatal kora óta, de ezzel együtt, hogy a futballon keresztül népszerűséget lehet szerezni Olaszországban és Magyarországon is, ez biztos, hogy ott tanult módszer. Hadd tegyem hozzá ide a focihoz, a fiam nagy Juventus fan, és most van Magyarországon is ilyen társaság, ilyen Juventus társaság, és most kint volt, azt hiszem három meccset néztek meg, és ünnepelték a Juventus bajnokságát, aztán elmentek Bergamóba az Atalanta meccsre. Hát életüket kellett menteni a bergamói szurkolóktól. Igen. Molotov koktélokat dobáltak a buszokhoz, holott az Atalanta nem egy élcsapat. Persze, az olasz futball az megmozgatja érzelmeket a legmélyebb rétegekig, az nem kétséges. Magyarországon ez valaha így volt, ma már talán nincs így, mert a magyar futball hát nagyon síralmas állapotban van, azt hiszem. De ha azt nézzük, hogy a futball mennyire szervező erő, az biztos, hogy amikor Berlusconi ezt kitalálta magának, hogy Forza Italia, ez lesz a párt neve, ez pontosan azért volt, mert a futball az, amelyik jobb oldalon, bal oldalon átívelve egy nemzeti ügy. Ugye amikor ő 94-ben úgy döntött, hogy Olaszország leggazdagabb üzletembereként politikussá lesz, mert kénytelen rá, mert ha nem ő jön, akkor jön a bal oldal és őt elszámoltatja. Itt belekérdezhetek? Nem volt az a másik ok, hogy ő félt a hatóságoktól? Dehogy nem, hogy pontosan politikus... erről ja, jó. Tehát ha 94-ben összeomlott, 92-93 volt egy rendszerváltozás történt. Összeomlott az a olasz köztársaság, amelyik a háború után az antifaszizmus révén a demokratikus viszonyok között 40 éven át fennállt. Összeomlott.
És azért omlott össze, mert a korrupció döntötte romba. Az a technika, hogy közbeszerzésekből a politikus, aki a megrendelésről dönt, az visszakap 5-10-15, később már 20%-ot, és ez rendszerszerűen működik, ez olasz módszer. És ezt a rendszerváltás utáni magyar demokrácia pillanatok alatt megtanulta. Pillanatok alatt. Rögtön a 20-szal kezdtek. Igen. Ebbe omlott, mert amikor a berlini fal leomlott, és a kétpólusú világ megszűnt, és a kommunistáktól már nem kellett félni Olaszországba, elszámoltatták a kommunistákat távol tartó keresztény demokráciát, amelyik ott 40 éven át uralkodott, és ennek a korrupt rendszernek a legfőbb haszonélvezője. Milánó ügyészek vették a bátorságot, vizsgálatok sorát indították, ott akkor öngyilkosságok sora, bebörtönzések, ítéletek sora, és egy rendszer omlott össze. És ebből a rendszerből esetleg a korábbi baloldal jöhetett volna ki, jövendő kormányzó erőként, és Berlusconi ezt akarta megakadályozni. Mert úgy érezte, valószínűleg joggal, hogyha itt egy baloldali kormány jön, azt őt elszámoltatja, elveszik a televíziót, mert micsoda dolog az, hogy az összes kereskedelmi televízió egyképpen van, hogy ezt törvénytelen módszerekkel szerezte meg, ezért, azért, amazért, adócsalás vissza is. Tehát azok a perek, amik végül mégiscsak elindultak, de ő akkor úgy gondolta, hogy ezt megelőzheti azzal, ha ő lép első szemében színre, és ő veszi át a kormányzást. Na most a korrupcióba belebukott politikai rendszer a pártokat, hogy mondjam, ellenszenvesítette az olasz közvélemény egésze számára. Akkortól datálódik egy olyan érzés, hogy a pártok egytől egyik korruptak, csak a lenyúlások érdeklik őket, és az ország meg a, itt van a maga problémával. Tehát ez a pártellenes közhangulat, ami ma Magyarországon nagyon erősen megvan, ez Olaszországban már a 90-es évek elején is kialakult, és amikor Berlusconi úgy gondolta, hogy neki egy új párt kell, hogy annak a révén ő politikai szerephez juthasson, pontosan tudta, hogy neki nem a meglévő pártok, vagy összeomlott pártok bármelyikét kell fölvállalni, mert azzal eleve vesztes, hanem egy teljesen új pártot kell alakítani. És ez volt a Forza Italia, hajrá Olaszország. Egy olyan párt, ami se jobboldali, se baloldali, a nemzeti válogatottat így buzdítjuk valamennyien, ez egy össznemzeti, a jelenlegi pártokon felül emelkedő teljesen új dolog, amivel ő majd megújítja és átszervezi Olaszországot. Tehát egyrészt a futball és a Forza Italia, mint politikai szervező erő, ez onnan ott ő találta föl és bevált, és azt is ő találta föl, de legalábbis Orbán ott láthatta és ott tanulta meg azt, hogy neki felül kell emelkedni a vitákon, ugye az értékvitákon, a kötsei beszélőről beszélek, ahol a centrális erőtérmű gondolat fölmerül. Ez is valami olyan, amit már Berlusconi 94-ben mondott, hogy ő nem jobb oldal, bal oldal, hanem ő a nemzet érdekében, most ott hagyja, amit eddig csinált, fölvállalja a nemzet érdekében áldozatot vállal, és idejön, és politikus lesz, és ő rendbe teszi ezt az országot. Tehát az ország átszervezése és a pártokon közötti vita meghaladása, megint csak egy olyan mondanat, ami itt a Fideszben igen erősen, hogy mondjam, táptalajra talált, és működőképes lett, és ott találták ki körülbelül 15-20 évvel ezelőtt. Azt is mondhatom azonban, hogy rengeteg mindent tanult ő ott, már hogy Orbán, Berlusconitól, de meg is haladta a mesterét nagyon sok mindent. Nekem olasz barátaim mondták, például amikor itt 2010-ben ez a Fidesz világ kialakult, és ők döbbenten nézték, akkor azt mondták, hogy hát igen, az, amit Berlusconi csak szeretett volna, hogy a sajtót teljes egészében maga alá hajtja, de nem sikerült 100%-osan, azt itt Orbán meg tudta csinálni.
egy olyan sajtót törvény ugyanis, amelyik a tartalmakat ellenőrzi, tehát följogosít egy hatóságot arra, hogy tartalmakat ellenőrizze, ilyen nincs. Sehol a világon, ez csak Magyarországon, már ugye Európában nincs, úgy értem. És Olaszországban se volt. Berlusconi ugye meg tudta szerezni a közszolgálati televíziót, de az írott sajtó egészét nem. A Corriere della Sera, La Stampa és a La Repubblica az megmaradt professzionális minőségi sajtónak, amely utána tudott járni Berlusconi bizonyos dolgainak, és végül is, hogy mondjam, tudott szervezni ellenállást, amit Magyarországon nem tűnik úgy, hogy működne, legalábbis én így érzem. Tehát ezen a téren Orbán hatékonyabbnak bizonyult, mint Berlusconi. Vagy egy másik dolog. Hatalma tetőfokán Berlusconi megpróbálta módosítani az alkotmányt. Ahol ugye a pártoknak juttat ez az alkotmány rendkívül erős és fontos szerepe. Ő ezt megpróbálta volna kiküszöbölni azzal, hogy a végrehajtó hatalom kapjon nagyon jobbkört, ilyen kancelláriákus féle miniszterelnökséget szeretett volna, ilyen irányba múlt. Tehát még csak nem is addig ment el, mint ez a mostani magyar alkotmány, de minden esetre a végrehajtó hatalom erősítésére tett kísérletet, módosítása, de ez nem sikerült. Ezt a parlamenti erők is, meg a népszavazás is ezt visszaverte. Tehát Berlusconi belebukott abba, hogy az alkotmányt a saját javára valamiképpen módosítsa, míg itt Magyarországon egy olyan alkotmányról élünk együtt, aminek pedig csak alig, ha van pár jelentőpára. És nem nagyon látszik, hogy lehetne az ellen bármit is tenni. Tehát ja, Kollátféle vitára utalok vissza, ahol igen. Ő ugyan fölvázolta, de véleményem szerint járhatatlan. Teljes mértékben. Az út, amit ő elgondol, és másnak sincs olyan megoldani. Jó, Péter, bebizonyítottad, hogy a tanítvány túltett a mesteren. Én azért ebben látok helyi sajátosságokat is, ami ezt okozza, az olaszok és a magyarok közti különbséget, meg a nagyságbeli különbség is azért ott van. Nézzünk egy másik különbséget. Azt tudjuk, hogy Orbán honnan indult. Apai részről, hogy fejlődött fiatal korában. Én annyit tudok Berlusconiról, hogy egy ilyen középszintű, középpolgári családban nőtt fel, apja valami bankalkalmazott volt. Igen, bankfiók igazgató is. Mondjál nekünk valamit a fiatal Berlusconiról. Hát szívesen, ha gondoljátok. Az apja bank Milánóban egy ilyen kis bank tisztviselője volt, majd fiók igazgató. Berlusconi már politikusként visszaemlékezéseiben olyan képet fest arról, hogy hát egy szolid milánói polgár családban jöttek föl, vallásosak voltak, vasárnap az apja vitte őt a futballmeccsre, a Milánban drukkoltak már akkor is, apja mennyire örülne, hogy lám most a Milán micsoda nagy csapat lett az olyan révén, és hogy ő a semmiből indult, a nulláról építette a szolgálatát. A gyerekkoráról egy ilyen idillikus képet fest, de az az igazság, hogy ezt tulajdonképpen a 2001-es választási kampányban a párt kommunikációs szakértői egy ilyen megszerkesztett élet. Tehát, hogy ebben mi az igazság és mi nem, az igazság elemei vegyülnek ilyen propagandisztikus szándékokkal. Ezt kommunikációs szakemberek állították össze, ezt az életrajzot, ami közkézen forog róla. Az biztos, hogy fiatal korában meg kellett már nagyon korán a kenyerét keresnie. Egyetemista korában bárokba járt zenekarral énekelni, énekes volt,
miniszterelnökként aztán lemezre énekelt például sokkal. Ezt máig nem adta fel, hogy ő félig művésznek képzeli magát. És hát már korán a reklám az ő szakterülete volt, mert a szakdolgozatát kereskedelmi szakon végzett a Milánói Egyetemen, és már akkor reklám témába írt szakdolgozatot. És a reklámban valóban profinak bizonyult, mert azt a reklámbirodalmat, amit ő fölépített a 70-es, 80-as években, amelyek révén milliárdos üzletember lett belőle, ez hozzáértés és szakértelemre valad, ez biztos. Ez is egy nagy különbség Orbánhoz képest, hogy Berlusconi a vagyonát, amit mondjam, üzletemberként szerezte meg, és nem közfunkciókban innen-onnan, amonnan, amiről nem tudjuk. Vagy tudjuk, de... De nem mondjuk. Igen, ez lényeges különbség. Hát ez pozitív Berlusconi szempontjából, negatív Orbán szempontjából. Most fordítsunk egyet, lehet, hogy valaki föl fog fördülni. Hát Orbánról az a kép él, ugye, hogy egy remek családapa. Berlusconiról ellenben tudjuk, kevés. Hogy, és most utalnék egy, azért is aktuális a dolog, mert azt hiszem június 24-én hirdetnek ítéletet ebben a Rubis ügyben. Erről, ha egy kicsit tájékoztatnál minket. Hát igen, a perei talán akkor így lehet. Mert ő végül is ugye mindent megpróbált az ellen, hogy az ügyészség ne vizsgálódjon ellene. Sorra azért mégiscsak elindultak ezek a vizsgálatok, és ezek három ügycsoport köré csoportosulnak. Az egyik a maffia kapcsolatok, aminek hosszú története van, a könyvben erről részletesen írok. Hogy derült ez ki, és hogy lehetett fölgöngyölíteni, és ez az olasz tényfeltáró újságírók érdeme, hogy ennek utána tudtak járni, meg tudták szerezni, összetudták a lánc egyes szemeit kapcsolni. Tehát, hogy ő a maffia révén gazdagodott, mert a ingatlan befektetéseivel, az üzleti karrierje ingatlan fejlesztőként indult, és a egész városrészeket épített fel, tehát nagyszabású ingatlanfejlesztő volt, és ehhez mafiás pénzeket is kapott és használt. A mafia őt használta arra, hogy tisztára mossa a pénzeket. És ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő egy senki induló építési vállalkozóból már komoly tőkeerős üzletemberként jött a mafia. A másik pere, vagy csoportja az ellene irányuló vizsgálatoknak és a pereknek a adóhamisítás és mérleghamisítás. A Berlusconi cégek rendszeresen eltitkoltak jövedelmeket, és ezt ilyen fekete számlákon kezelték, és ez visszament a politikai pártok finanszírozására. Az ő első számú, hogy úgy mondjam, támogatottja a szocialista párt, akkori olasz szocialista párt vezetője Bettino Craxi volt, akinek a révén ő a televíziós lehetőségeit megkapta. Craxi miniszterelnök volt azokban az években, és az ő révén legalizálódott az a kereskedelmi tévéhálózat, ami korábban nem volt. Tehát nem volt megengedve az, hogy országos kereskedelmi tévéhálózat létesüljön Olaszországban, ez nem volt megengedve. A politikai erők ragaszkodtak a közszolgálati televízió monopóliumához, mert hogy azon keresztül vélték befolyásolni a közvéleményt. Nem engedtek volna kezdve. De Berlusconi Craxi révén kiügyeskedte, hogy mégiscsak legyen országos kereskedelmi televíziós hálózat. Tehát itt a politika és a üzleti világ találkozott, és a politikának juttatott pénzek, azok most végül ezekbe a perekbe öltenek testet a vizsgálatok
rendre mutatják ki a mérleghamisításokat és a különböző adó eltitkolási titkokat. És hát a harmadik csoportja a pereknek, amire te céloztál, hogy hát az ő magánélete és fönntartott hálózata is alkalmas arra, hogy hát ez a Rubi ugye kiskorú volt akkor, ez egy marokkói származású bár táncos nő, hát meg nevezzük annak, kiskorú volt, de hát aki látta, vagy ismer, vagy ránéz csak egy fényképére, tisztában jön vele, hogy 17 éves, vagy 18 korai élet volt a hölgy, tehát hogy nem Berlusconi rontotta meg, arra mondjuk esküdtehetünk, úgyhogy én nem hiszem, hogy ebből a perből ő olyan nagyon károsodva jön neki, ez nem hiszem. Ennél számára sokkal veszélyesebb az, hogy most már másodfokon elítélték mérleghamisításért, mert az letölthető szabadságvesztéssel is jár. Bár ő miniszterelnökként nagyon ügyesen kijátszotta ezeket a dolgokat azzal, hogy például megváltoztatta úgy a törvényt, hogy az, ami korábban mérleghamisításnak számított, az a Berlusconi törvény után már nem számít annak. És akkor így elesik ellen egy csomó vádpont. A visszamenőleges törvénykezés megint csak olyan dolog, ami szerintem visszaköszön nálunk. Mivel magyarázod a comeback-et? Szóval volt egy időszak, amikor elkönyvelte Európa, így olyan teszem az Európát, hogy ő megnyitott, ő egy bukott ember. Így van. Most sincs egészen, tartsak az én véleményem, nincs egészen föl, nem egészen került vissza, de mégis egy óriási comeback volt ez a választás. Így van, igen. Ez igen. Mivel magyarázható? Mert beszéltél arról, hogy az emberek nálunk unják a politikát és a pártokat, ott is unják a politikát és a pártokat. Igen, de Berlusconi más, ő nem politikus, ő mindig úgy állítja be magát, hogy ő üzletember, aki csak segít, mert ennek az országnak szüksége van rá. És ő megoldja. Igen, a kérdés nagyon jó, mert pontosan azt van mód így rá elmagyarázni, hogy mi az, ami az olaszokban még máig arra indít 8 millió olaszt, hogy ő rá szavazzon. Megkapta a szavazatok 25-26%-át. És egy hajszálon múlott februárban a választásokon, hogy nem ő került ki győztesre. És ehhez neki elég volt azt mondani, hogy emberek, ha én leszek újra a miniszterelnök, akkor azonnal és visszavonhatatlanul eltörlöm az ingatlan adót, az IMU, az ingatlan adót. Ugye, akkor menjünk vissza egy évre korábbra, amikor Olaszország az összeomlás szélén állt az euróválság miatt, mert az olasz államadósság 120% fölött volt, a olasz államkötvények 6% fölötti kamattal találtak már csak vevőre, és a londoni Citybe kiszámolták, hogy ha 6% fölötti kamatokat kell fizetni, akkor ez a és nincs növekedés, mert nincs növekedés, ugye ez a lényeges, hogy nincs növekedés, akkor ez a 120% soha a büdös életben vissza nem lesz fizetve. Tehát Görögország már bedőlt akkor régen, de Olaszország is ott billegett. Tehát itt, és ha Olaszország bedől, akkor vége az eurónak, és akkor vége az Európai Uniónak. Tehát ez ott nem volt semmi. Amikor az Európai Unió vezetői ezt a szituációt látva, kvázi fölkérték Berlusconit, hogy most jött el a pillanat, hogy legyen szíves távozzon, mert ő vele a kamatok nem fognak 6% alá csökkenni. Ő egy kockázati tényező az egész személyiségével, gazdaságpolitikájával, ami nem vezetett növekedéshez ott sem. Tehát ő neki akkor félre kellett állnia, és ebben nagy szerepe volt Giorgio Napolitánnak, és aki államfőként érezve a nemzeti felelősséget, egy beszélgetésen rávette, hogy most legyen szíves, mondjon le. Hány éves most a Napolitano? 88, kérlek szépen. 88, és vállalt egy újabb 7 éves időszak.
Tehát Berlusconi el, jött egy technokrata kormány, ezt a mi bajnai kormányunkhoz nagyon hasonló vélnél. Csupa olyan emberből, aki az egyetemekről jött, az üzleti világból jött, a vezetője Mário Monti, egy neves közgazdász, aki az Európai Bizottságnak is tagja volt, a versenyjogi felelős, igen nagy tekintélyű biztos. Egy abszolút vitán felülálló hozzáértéssel rendelkező közgazdász, aki egyetemi emberekből, értelmiségiekből egy szakértő kormányt állított össze, 11-ről beszélünk, 11 vége, és ez a kormány elkezdte stabilizálni a gazdasági helyzetet, a viszonyokat, és többek között ingatlan adót is bevezetett, ami az olaszoknak igen rosszul esett. De ez a stabilizáció sikerrel működött, mert Olaszország végül is talpon maradt, a költségvetés ma egyensúlyban van, és Olaszország Magyarországgal együtt kikerült a túlzott deficit eljárás alól a múlt elmúlt két. Tehát ez a stabilizációs politika nem tetszett az olaszoknak, mert áldozatokkal is járt, és amikor a kampány jött, mert ugye választás idő elérkezett, és eljött az idő, a politikai pártok úgy gondolták, hogy eljött az idő, hogy ők visszavegyék a kormányzát, a kormányrudat, akkor az volt a kérdés, hogy Berlusconi visszajöhet-e. És ismétlem, ebbe a kampányba elég volt azt mondani, hogy eltörlöm az ingatlan adót ahhoz, hogy 8 millió olasz ismét rá szavazzon. És akkor még mélyebbre megyek, hogy lehet az, hogy a világon mindenütt egy olyan ember, akinek szexbotrány sorozata van, az hogy lehet egyáltalán a politika közelébe. Egy ilyen ember Nagy-Britanniában vagy Amerikában, ahol nagyon prűdös. De bele, majdnem bele is. De ha a Mónika ügy a választás előtt jön elő, akkor nem, soha meg nem, akkor nem választották. Berlusconit ezzel együtt megválasztották volna majdnem, mert nem érdekli az olaszokat. De ő nagyon férfias, az olaszok szeretik. Pontosan. Tehát ott ez más megítélés alá esik, más megítélés. Hát ha neki sikerül a nőkkel, hát akkor adálja, váljék egészségre. Szóval ez nem probléma, hogy ellenkező. Az viszont, hogy ő adót csal, de úgy alakítja a törvényeket, hogy akkor én is csalhatok, tehát az olasz kisvállalkozók milliói, mert az olasz gazdaság kisvállalkozások millióiból áll. Ha ő csinálhatja a maga bulijait, de hagyja, hogy én is csináljam a magamét, akkor ez nekem nagyon jó. Tehát ez a titka annak, hogy 8 millióan még mindig úgy gondolják, hogy ez az amaz, de talán még mindig Berlusconi jobb, mint a másik, amelyik jön, és amelyik esetleg stabilizál, adót emel, mit tudom én mit. Szóval ez nagyon jelentős tényező abban, hogy az emberek őt megválaszthatták volna. Tehát nagy volt a tét februárban, mert az volt a tét, hogy egy, visszajön el berlusconizmus, kettő, kormány képes-e a baloldal, és a három, hogy a stabilizációs politika folytatható-e. Ez nagy tét volt, és odafigyelt egész Európa februárban, nálunk kevésbé talán, de ez tényleg ott sok minden eldőlt, és én azt mondanám, hogy ebből a három kérdésből szinte mind a háromra nemleges a válasz. De nem egészen, mert Berlusconi ugyan személy szerint nem jött vissza, de nem sok hiányzott hozzá. Ugye az olasz választási rendszernek van ez a prémium, a győztes, a relatív győztes kap többlet mandátumokat. Tehát a képviselőházba a többlet mandátum azért jutott a baloldalnak, mert a listás szavazás, az országos listás szavazás eredményében volt 3% különbség. Körülbelül 180 ezer szavazat, ami nem nagy egy ekkora méret. Nem sokon mondjuk. És ha az oda billen, akkor a prémiummal a Berlusconi kap többséget a képviselőházba, és ő alakíthat kormányt. De hát ez nem így történt. Ennek ellenére a kormány ma úgy állt föl, hogy a Berlusconi embere ott van a kormány második embereként. Tehát
Berlusconi nem jött vissza, de a pártja kormánypárt, még mind. A stabilizációs politika folytatható-e? Az olaszok válasza az volt, hogy nem. A Monti féle párt 10%-ot kapott, ami nem volt elég sajnos ahhoz, hogy... Tehát leszavazták, mint ahogy Bajna is se kap többet itt nálunk, mint 10%. Ebben majdnem biztos. Péter, felizgattál. Na nem a Rubi ügyre gondolok most. Tudom, tudom. De én ezeket direkt mondom, azért mondom, mert van egy elméletem, hogy az, ami Olaszországban történik, az késéssel, kis csúsztatással, de nálunk is megtörténik. Nagyon sok a pártozat. Engem az a mondatod, vagy két mondatod, hogy a Berlusconit rábeszélték, hogy mondjon le. Igen. Ez Orbánnal nem fog megtörténni, azért nem, mert... Ebben reménykedtem. Nem. Hát jó, hát marha kellemetlen figura ez az Orbán az egész Európai Uniónak, mert az európai értékeket kérdőjelezi meg, meg minden az euroszkepticizmusnak ugye ad teret, és hát ez most nem túl jó. De az, hogy Magyarországon így vagy úgy, ez végül is az Európai Uniót olyan nagyon nem bántja, hát a magyar gazdaság 1%-át teszik, ugye? De Olaszország az euró maga, ugye? Ha Olaszország bedől, akkor az eurónak vége, akkor mindenek. Tehát az, hogy Olaszországra odafigyeltek, és bele is avatkoztak a kulisszák mögött, az érthető. Magyarországért ezt sajnos nem fogják megtenni. Ezt a magyaroknak kell majd, ha esetleg tudatára jöttek annak, hogy nekünk mi a... 2030. Mi a... 10%-nál nagyobb lesz a bajaink. Csak valami. 10%-nál nagyobb. Hadd kérdezzek egy közbevető kérdést. Orbán valamikor meglehetősen jó szónok volt, sok fületlenséget mondott, de jól adta elő. Igen. Ma ebből annyi maradt, hogy sok fületlenséget mond, de akik nem figyelnek oda rá, azok úgyis elhiszik, hogy jót mondott. Ez hogy viszonyul Berlusconi szónoki képességeivel? Ez is jó kérdés, mert Berlusconi egyik titka az, hogy egy karizmatikus személyiség. Hihetetlenül jól átjön a képernyőn. Ugye ez abból datálódik, hogy fiatal korában énekes volt, és színészi ambíciós volt. Tehát ő egy kicsit mindig szerepel, és tud szerepelni. Szóval jó svádály. Én tanúja voltam egy olyan választási gyűlésnek 2001-ben, megtelt az olasz sportcsarnok, 10000-re küldtek a lelátókon, ő oda kiment azért a pódiumra, de aztán lement, kezébe fogta a mikrofon. Egy órán keresztül megállás nélkül beszélt, összefüggően, logikusan, fölépítve, jó mondatokkal, vette a közönség, vette. Na most Orbán ugyanígy olyan megszólalásra képes, amit a magyar közvélemény jelentős része, hogy mondjam, befogad. És ezt talán neki nem kellett ott tanulni, de hogy ennek az értéke micsoda, ezt Berlusconi megmutatta. Ha valaki karizmatikus és tud beszélni, az az emberekre hat. Kedves barátaim, megköszönöm Péternek, hogy a tanévzárunkon részt vett. Köszönöm szépen. Nagyon értékes, izgalmas és érdekes gondolatokat hallottunk. Én magam részéről hasznosnak ítélem a ma délutánunkat. Azt kívánom nektek, hogy a nyári szünetet jól töltsétek, balesetet ne szenvedjetek, vigyázzatok magatokra, menjetek Olaszországba, tengerpartra. Szeptemberben találkozunk azokkal, akik visszajönnek. Köszönöm szépen nektek is.